kezemben tartok, én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy ez egy élő könyv. A múltban vagy a jövőben nem találja meg senki az Istent. Isten pedig mindig jelen van, és mindig abban a pillanatban van velünk, amelyet megélünk. Vallja Csókai András, idegsebész, Skrapszki, Fruzsina filmrendezővel készült közös Párbeszéd a megpróbáltatásról című könyvében. A kötet ötletadója Kovács Lajos Péter volt, az Éghajlat kiadó vezetője. A beszélgető könyvben négyen ültek egy asztalhoz. A kiadó mellett Csókai András, Skrapszki Fruzsina és egy pap mély emberi dolgokat tárnak fel magukból. Őszintén, lelkük legmélyéről, mindenki előtt, szabadon, nyitottan. A fehérvári esten szó esett a fájdalomról, a szenvedésről, Istenről, imáról, lélekről és a csodákról. A legfontosabb az, hogy az ember befogadó legyen mindenre, vigasztalásra, Istenre, jó emberekre. Tehát, hogyha az ember valahogy nyitva hagyja a lelkét, akkor mindig jön mindenre válasz, és mindig jön segítség. Ha elkezdünk félni, akkor teljesen be tudunk záródni. Ha viszont így próbálgatjuk magunkat, vagy szembe megyünk, akár a megpróbáltatásokkal, vagy a nehézségekkel, akkor mindig jön segítség, és egyre erősebbnek érezzük magunkat. És azt rendszeresen érzi az ember, hogy felette álló dolgok történnek. A szemlélődő imádság vezetett oda, hogy bensőségesebb kapcsolatba kerültem az Úr Jézussal, mondta el Csókai András idegsebész a fehérvári esten. Sok megpróbáltatást tudunk hordozni emberi erővel. Tényleg, a pszichológia, a pszichiátria foglalkozik ebben, válságkezelés, menedzsment, kócsok. De azért az igazi megpróbáltatások elviseléséhez, illetve az ebből való pozitív kijövet kimenetelhez kevés az emberi erő. Itt be kell vonni azt a értelmi és szívbéli megtapasztalást, hogy Istennek a szeretett gyermekei vagyunk, és a lelki ismeretünkben ott megtaláljuk az Úr Jézust, az Úr Jézusnak a hangját, de a nem hívő ember is megtalálja a lelki ismereteiben az eredendő jóságát, az igazságot és az irgalmat. De az kétségtelen, hogy Krisztus nagyon keményen, erővel rámutat a lelki ismeretre. Hát ezért üldözi Európa jelen pillanatban, mert hogyha a lelki ismeretünkre hallgatnánk, vagyis Krisztus homályos hangjára, vagy éles hangjára, akkor bizony ennek megfelelően vezetnénk az életünket. Dr. Csókai András idegsebész a hit erejéről és a gyógyulás folyamatáról is beszélt Székesfehérváron. Csókai professzor szerint a hit, a misztikus tapasztalat hirtelen jön, megvilágosít, nagy jelentőséggel bír és összeegyeztethető az evangéliummal. Az Úr Jézushoz vezető út, amely mindenki előtt nyitva áll.